mennyi öröm egy ilyen kis országban. Az ország veje, a szaros pelenkát dobáló Orbán Récsöl ura, a Tiborcz Pista, anyukám újra akcióban. Orbán egyik pénztárcája nem tud leállni. Egy sor pláza, a Gellért szálló és a Waberez megvásárlása után most egy borházat vet magának Tokajhegy alján. Nem szőlő lesz ottan, hanem narancsliget, csöpök majd belőle a közpénz. Ez a Toka is megpistázódott. Te, jó tette, hogy megvásárolta. Én meg már kezdtem kétségbe esni, hogy elfogyott a pénzünk. Anyukám, mondhatjuk, hogy ezek megvették maguknak az egész országot a mi pénzünkből. Így kell eztet. Ez a kétharmad egyik mellékhatása. Irigykedjetek csak, ennyit tudtok. Ahelyett, hogy inkább keményebben dolgoznátok, hogy még több mindent vehessek magamnak. Mármint, hogy a Pista, a Tiborcz Pista. Amit ő vesz, az nem az enyém. És soha nem voltam egy vagyonos ember, és nem is leszek. Csöves vagyok, egy guberás. Nem tudom, hogy tik hogy vagytok vele, de én annak ellenére, hogy igazi neresztény, konzervatív kormányunk van. Egy fényes tekintetű vezetővel sokszor veszélyben érzem a magyarságomat, a magyar életmódomat. Ti is? Gondoljál már bele, annyi veszély fenyegeti a magyarságunkat nap mint nap. Például egy homokos szomszéd, egy liberális kolléga munkahelyen, esetleg egy színesbőrű postás, vagy egy gonosz vénember a helyi kisboltban, aki folyamatosan fröcsög az Orbánra. Ezek nem is magyarok. Van egy jó hírem. Most már nem kell tétlenül nézned és tűrnöd ezt a sok aljas gonosz embert. A Varga Jucus, a NER hallókészüléke szült egy törvényt, ami lehetőséget biztosít neked arra, hogyha ezek az emberek magatartásukkal, életmódjukkal veszélyeztetik a te magyar életmódodat, magyarságodat, akkor bejelentheted őket a helyi önkormányzatnál. Magyarán felnyomhatod az illetőt. De jó, ismét házmesterország lettünk. Na de ne várjunk sokat egy olyan kormánytól, amelyik eddig 26-szor mondott nemet arra, hogy nyilvánosságra hozzák a kommunista ügynökaktákat. Azt gondolom, hogy az érthető. Tehát, ha nyilvánosságra hoznánk az ügynökaktákat, még a végén kiderülne, hogy eddig magunkat komcsisztuk. Te Jucus, akartam már kérdezni, milyen az, ha valaki nem magyar életmódot folytat? Ilyenkor egy Borkai Zsolt is, vagy egy Szájer Jóskás családmodellt kell elképzelni? Bravo, Jutka, neked sincsen jobb dolgod, mi? Annyit dolgozó, kapcsolódjál már egy kicsit ki. Jön mindjárt a tavasz, üljék ki egy padra, azt nézegessed a csinos jányokat. Vagy csacsoghatnál valamit a végrehajtó maffiával való kapcsolatodról. Ugye, jó miniszterasszony, látogasd meg a Sadöl Gyurit, pihenj egy kicsit, ülj le mellé. Tiszta idegbe vagyok, hallottad? Bármelyik pillanatban kitörhet a harmadik világháború. Az is lehet, hogy már most kitört, miközben itten osztom az eszet. Mindenki megmondta, hogy itt van a nyakunkon. A felcsuti Göbbelsz is megmondta, a dörmögő Dömötör Csaba és a NER aranyhala, a Kocsis Máté. Istenem, legyen már végre béke, hol van egy galamb emoji? Ez egy kommunista induló, a szeretem. Hangos is föl. A párttal, a néppel egy az utunk, a jelszavunk munka és béke. És béke. És béke. És béke. Úgy látszik, kicsit beakadt már ez a lemez nála. Egyébként is itten már nálunk régen háború zajlik, csak a lakosság ellen. Na de jó pofa téma ez a harmadik világháború, legalább lehet vele riogatni. Újabb figyelemelterelés, komcsi tempó. De ha mégis lenne háború, megnyugodhatol, mink kimaradunk belőle, megmondta a Viktor. Ugyanis ami a háborút illeti, mink teljesen függetlenül állunk. Az oroszok pártján. Hello, jó napot kívánok! Van egy nagyon jó hírem a budapestieknek. Somogyi András hamarosan újból fellép a fővárosban, április 25-én. De más városokba is ellátogat majd. Mondom a helyszíneket. Mezőkövest, Szombathely, Salgótarján, Kaposvár, Mosonmagyaróvár. Tényleg ott van bringasáv? Győr, Balmazújváros. És még sorolhatnám reggelig a helyszíneket, de hamarosan jön a metrópótlóm. Jegyekért és további helyszínekért látogass el a tixa.hu/Somogyi András oldalra. És iratkozzatok fel a YouTube csatornájára is. Különben még sosem ültem itt a volán mögött.
Vajon milyen lehet autót vezetni? Brrr.